Haló, haló, sziasztok, szép estét minden magyarnak, határon innen és túl, ez itt a Bitcoin hírek szaszával. És hát szebb estét, mert hát tegnap óta szakadunk, annyira megijedtek ettől a 0,5%-os kamatláb emeléstől, hogy csak na. Azt mondja, hogy a Bitcoin 39.300 dollárnál jelenleg 2,5% mínuszba. Már megint közelebb van a két éves mozgó átlaghoz, mint az egy éves, az lejöttünk 40 ezer alá, a napi RSI az 39,3-on, kisebb nézetbe így néz ki, pedig tegnap már berajzoltam, hogy este majdnem elindult egy csatornába, de hát szakítják tovább a hagyományos tőzsdével, egyetembe, egy órásba így nézünk ki, 15 percesbe így nézünk ki, a heti gyertyánk visszajött pirosba, mínusz 1%, a havi gyertya még pirosabb, mínusz 13,5%. Fel vagyok háborodva, mert hát ma is a fő hírbe, hát olyan hírek jönnek, hogy nem lehet többet befellegzett a piacon vett diplomáknak is. Ilyen csodákat hoznak a blokkláncok, azt erre fel meg nyomják le az árát a francba, annyira szarán manipulálják az egészet, hogy tök felháborító. Na jó, nézzük körülöttünk, hogy hogy nyomják szarrá az árát, mivel manipulálják halálosan. Az aranynak az ára 1937 dolláron 0,7%-ot csökkent, az olajnak 2%-ot csökkent az ára, a gáznak majdnem 5%-ot csökkent az ára. A félelemindex 10%-ot nőtt, már megint 25-ön van. A Nasdaq 1,5%-ot csökkent, nem, meg mindegyik. Az S&P is más felett, Dow Jones is más felett, ezek 1,75, 1,75, tök mindegy. Szakítják be, most már elérték, amit berajzoltam itt, inverse head and shoulders, és ezt is. Úgyhogy ami a lényeg, ami a legidézőjelben csodálatosabb, groteszk módon, ugyebár, hogy 5%-ra vagyunk a világpiaci összeomlástól, a hagyományos tőzsde 5% összeomlásától 5% tart vissza minket. Jaj, de nagyon jó. Covid után ugyebár omlasszák össze mindenképp a tőzsdét, ne legyen egy-két év szusszanásnyi időse. Úgyhogy fantasztikus, ironikus értelemben itt vagyunk, itt vagyunk. A Nasdaq már csak 4%-ra van a világpiaci összeomlástól. Az S&P 5%-ra van a világpiaci összeomlástól, 4-8, a Dow Jones. A Dow Jones 5,5%-ra van még a világpiaci összeomlástól, úgyhogy. De ha a háborúba, a háború után, a háborúkor így ment fel mindennek az ára, a háborúkor, akkor most rosszabb a helyzet, mint mikor kitört az orosz-ukrán háború. Ugye, majd mindjárt elhiszem. Annyira szarával manipulálva a hagyományos tőzsde, hogy undorító, ami ennél még undorítóbb, hogy a bitcoint is ehhez mérik, úgy veszik, meg úgy adják, mint ezeket a hagyományos tőzsdei részvényeket, tiszta szégyen. Mikor az egész világot menti meg hozzá el a világbékét, meg ilyenek, a széni manipulálják kapzsi tőzsdészek a bitcoinnak az árát. Hát így nézünk ki. Úgyhogy 5%-ra a világpiaci összeomlástól. Én mindig azt mondom, tartom magam, hogy nem hiszem, hogy most össze akarnák omlasztani. Előtte még mindenki meg akarja szedni magát, mielőtt elkezdenek itt komolyabb több éves tankozásba kezdenek. De hát meglátjuk, hogy mi mit csinálnak. Kíváncsi leszek estére, hol fog megállni, meg hogy hétfőn, ha elindul, akkor mit fog mutatni a hagyományos tőzsde, az lesz még egy nagy mutató. De úgy látszik, hogy ma még mindig full ijesztés, aztán, hogy ez hosszú távon tényleg az egész világgazdaság összeomlik a jövő hétre, vagy se, az majd kiderül. Nem minél annyira össze akarnak omlasztani, akkor utolsó komolyabb ijesztések, de hát már igen, vagy ijesztés, vagy beomlik az egész világgazdaság a jövő héten. Azt köszöntük szépen, ennyi volt. Csókolom mindenkinek. Jó, na de ott legalább a bitcoinnak már el kéne válni a hagyományos tőzsdétől, amikor az beláll a földbe, akkor utána már át kell tenni a tőkéket vagy aranyba, vagy bitcoinba, úgyhogy az meg legalább meg fogja tolni a bitcoinnak az árát, végre már elválik a hagyományos tőzsdétől, ha az tényleg beomlik a picsába. Hogy idegesítsen már tovább, azt mondja, hogy nézzük, mi van még itt tőkeáttéteseket is, tegnap ugye már long pozícióból kiirtottak 250 millió dollár értékbe, azt mondja, hogy a Terra Lunáik nem vettek több bitcoint komolyabb tételbe, hányan keresnek kifejezésekre, jaj, hát senki nem keres most, hogy így omlik össze a tőzsde. Kisebb nézetbe, hogy néz ki, oldalazás vagy már, ez is esik le. Jaj, nem, hogy oldalazás, most kezdenek keresni egyre többen, na végre már, legalább itt az utóbbi pár órában már az látszik, hogy egyre jobban keresik a
Bitcoin, meg a kriptókat is egy picit, de a Bitcoint egyre jobban keresik. Hát meglátjuk, hogy ez mit fog mutatni jövő hétre. Oké, mi mindig abbi bízok, amint omlik össze a hagyományos világpiac, hagyományos tőzs, de akkor fogja a virágkorát élni a Bitcoin. Oké, nézzük. Persze ő is fog szakadni, de oda fog a legtöbb pénzt átvárni. Az az egyetlen, amiből nem lehet végtelen csinálni, ami megőrzi az értékét. Na jó, ha már az érték megőrzésről beszélünk, akkor piaci értékek kezdve az Ethereum-mal. Az Ethereum 26. helyen van, 356 billió dolláros a piaci érték, és 2954 dolláros áron kapott, ugye már ő is lejött 3000 alá. A Bitcoin a 9. helyét még immelámmal tartja, még egy fú, egy mennyi, egy bőt, mindegy, egy 0,1%-ot vagy át, na jó, nem, 0,3%-ot csökken, akkor már 10. helyre visszaesik. Jelenleg 751 billió dolláros a piaci érték, és 39.526 dolláros áron kapható. Mit jelent az magyar forintba? 14 alatt, jaj, de még mennyivel alatta? 13 millió 500 ezer forintot ér jelenleg egy darab bitcoin. Azt mondja, hogy teljes piacon mi a helyzet? 24 órás kereskedelmi mennyiség 108 billió dollár értékbe zajlott. Kicsit erősebb az átlag, de hát már akkor a szakadásra, hogy mindenhol adnak, vesztek, mindenki meg van zavarodva most. A kriptovaluták összpiaci értéke 1,84 század trillió dollárra esett vissza, ebből a Bitcoinnek a dominanciája is vissza, jó, egy százalékot esett a Bitcoin dominanciája, 40,80, az Ethereum-é 19,3-on, akkor 39,9 százalék van, majdnem 40 százalék van. A többi kriptóban már a teljes piac 5%-ot csökkent az elmúlt 24 óra folyamán, top 10-ben nagyobb változások, az ADA még inkább vándorol lefelé. Most 6. helyen az XRP, 7. a Solana, 8. a Terra Luna, 9. a Cardano, 10. az Avalanche, Polkadot 12, Polygon Matic 17, NIR Protocol 18, Cosmos Atom 23, mert azért Tron azt tegnap kitúrta egy kicsit. Jó, nézzük tovább. DeFi-ben mennyi tőke van lekötve? 215 billió, hát ez nagyon úgy volt tegnap lekötve, most már csak 211 billió van ma lekötve. Hát itt mínusz 5%-osokat nem is mondok. Aki még zöldbe tartja magát, de itt plusz 1% meg mínusz 5% fölött, hát 5% alattiak, na jó, plusz 1, mínusz 5%, nézzük azokat. Hát az nincs 1%, plusz AV mínusz 5% alatt van már. Kb. Ennyi, nagyobbak nincsenek. Jaj, valami hülyeségbe toltak 4 és felett. Oké. Okay. Az AV-ba toltak 3%-ot, majdnem 3 és felett. Jó, itt kb. Ennyi, és akkor nézzük tovább. Blokkláncok tekintetében melyikekbe kötöttek le. Hú, hát többet nem hiszem, hogy sokba több. Itt is legyen a plusz 1%, mínusz 5%, és akkor plusz 2%-on tartja magát a Tron. Hát majd elül a kezdeti lelkesedés, illetve azok még nem, mínusz 4-ek, hát mínusz 5%-os, dehogy nincs, a Celo az mínusz 7%-ba van. A Teta az meg plusz 2,5%-ba, EOS mínusz 6%-ba, Ronin mínusz 6,5%-ba, a Joule az mínusz 9,5%-ba, és akkor hol van, itt szokott lenni a Cardano valamerre, 2,5% mínuszba van az ADA. Jó, de a NFT-k mennyire nem mennek, hát semennyire, hogy főleg, hogyha ilyen, jaj, annyira nem, hogy már még 200 ezerért sem, már csak 150 ezerért vettek NFT-ket az elmúlt 24 órába. Bélánál, jó, ezt csak azért hoztam, hogy Béla is annyira meg van csodálkozva, hogy mi a jó Isten történik a hagyományos tőzsdén, meg az egész világpiacokon jelenleg, hogy ki se hozta a tőzsdén nyitásos részét, pedig ugyebár fél három, vagy fél négykor, fél négy előtt, vagy 10 perccel, szokott jönni egy videóval, hogy na, akkor hogy nyit a tőzs, de most tegnap hajnal óta nem csinált semmi videót, még azt se hozta ki. Úgyhogy ő is csak pislog, hogy mi a fene van itt. Azt mondja, hogy másik, ez még a tegnap a hajnali videójában, vagy tegnap estében, nem tudom, valamelyikben, a kettő közül egyikben nem volt, csak fontos dolog. Másikban pedig az volt, itt is mondja, jó a Tront, oké, jó, Bélának se tetszik a Tron, stabil kriptó, ide vagy oda, amely algoritmikus stabil kriptó, tök mindegy. Azt mondja, hogy tovább a NIR-nél. Ja, és a NIR is hozza a saját B-kategóriás teralunáját. A NIR is ad ki stabil kriptót, USNT, és akkor ezt is majd úgy lehet meg gondolom cserélgetni, mint a Terát meg a Lunát, vagyis az UST-t a Lunával, oké. Okay. És a Kadénánál pedig hozta Béla is egy 100 milliós gyakornoki programot, nem gyakornoki programot, hanem 100 milliós ösztönzőt vagy támogatást dobtak össze alapot a Kadénánál, hogy bár menjenek hozzá, hogy csalogassák a fejlesztőket.
Jó, úgyhogy ez a legrosszabb, a kadéna nem tudom, mintha ez valami magyar lenne, vagy mi mindig a legrosszabb időben van a legrosszabb helyen. Kijött a Binance-re, kihozták a kadénát, pont akkor szakadt minden, úgyhogy semmi, alig ment fel a kadéna. Akkor most kihozzák a 100 milliós alapot, tegnap úgy benne volt, hogy úgy ment volna a kadéna, mint az állat, erre tegnap kezdték el pont szegíteni az egész hagyományos tőzsdét. Annyira mindig a legrosszabb pillanatot kapja el a kadéna, hogy az valami embertelen. Jó, ettől függetlenül még mindig azt mondom, hogy jó dolog, csak nagyon szerencsétlen, úgyhogy nincs szerencséje olyan értelemben. Azt mondja, hogy 100 milliós ösztönző program tovább, jó, a következő 100 milliós ösztönző program, oké, lesz itt valami beszélgetés is róla, jó, oké, 100 milliós ösztönző program, jó. Tovább, ez mi volt? Vitalik, Polsú, blokkláncokról. Jaj, akkor volt valami, ha lement az első ilyen beszélgetős sztori. Oké, és akkor itt. Hú, Szörlánc, öt vagy Popja is. Na, oj, Francesco, jó, itt vannak értelmes emberek, itt legalább már nem a Polsú beszél. Jó, hát ez komolyabb dolog lehet őket, tök jó hallgatni Popjoyt meg Francescót, mert ők tényleg jól nyomják a dolgokat. Azt mondja, hogy na ezt viszont meg fogom nézni szerintem. Perc múlva, ja jó, ja, hogy majd egyszer, mert ma este kezdődik, majd 8-kor, akkor azt mondja, hogy másodperc van, állítok is be rá, hogy 8, de hogy 8, 19:49, nehogy már későn kapcsoljak, 19:49, KD, na mi ez, videó beszélgetés, legyen beszélgetés. Nem tudom, hogy hívják majd trendi szóval podcast, vagy a francia tudja. Na jó, úgyhogy oké, ezt nem árt majd megnézni, és akkor vissza. Jó, ez volt a legfrissebb kadénáiknál. Mennyi tőke van lekötve benne? Hát akkor már 6,5 millió se lesz szerintem. Persze, hogy nem 6,3 millió van, tegnap 6,7 volt, most 6,3, már 5 dollárt is alig ér a kadéna. A 20 be az egész világpiac esik le. Remélem, hogy ez az utolsó nagy ijesztéseket éljük, nem akarják tönkretenni az egész világpiacot. De hát ki tudja, hát szociopatáktól bármi kitelik. Azt mondja, hogy és sajnos ők irányítják a világot mindenhol. Nem a nép, úgyhogy megszívtuk, aki. Na jó, hagyjuk is. Na, mik a trendik a CoinMarket Cap-en? A stepen, a lépő 2% pluszba, hát meglátjuk mi lesz belőle, ApeCoin 4,5% mínusz, jó az ApeCoin, az még jó lett hosszú távon szerintem, simán NFT közül nagyon nagy. Bitcoin egyértelmű, hogy a világ legjobb érték megőrző, akárminek is hívjuk, ennél nincs jobb dolog az egész világon, azt mégis szarrá manipulálják a hagyományos tőzsdészek az árát, hogy rohadnának meg ott, ahol vannak. Azt mondja, hogy Shiba Inu, hát ők saját magukba se bíznak óvatosan Shiba Inu-val. Near protokoll, az szintén nagyon jó dolog, de most 10%-ot csökkent, hogy minden csökken. Metarafi marhaság, Tron, az se egy komoly dolog. Zero X, amit nőtt tegnap, az vissza is este, nem is tudtam, hogy mi a jó Istenért nőtt tegnap akkorát. Solana az nagyon jó cucc, legtöbb kriptotranszakció a Solanán megy még mai napig is. Kronosz az meg a CRO-nak a sztoria, az is jó cucc. Mit néznek a legtöbben? PancakeSwap-et, hát az még mindig nem a kedvenc. Dexek közül a második, de hát egyáltalán nem mennek a Dexek. Kereskedelmi mennyiség tekintetében a második. Ethereum az jó cucc, hát majd talán egyszer kihozzák a 2.0-át, akkor jó lesz. Most lassú, meg drága, meg csak ígérgetnek 2 éve, hogy már jobb lesz, azóta semmi nincs. Binance Coin, de még mindig a második legnagyobb, hogy nagyon sokan tartják benne a pénzüket. Binance Coin, jó, oké, egynek jó, nem nő nagyon, de stabil. Mi van még itt? Everfork biztos, hogy marhaság. Itt van még a Bitcoin, megint a többi, az meg marhaság. Oké, azt mondja, hogy na a Bitcoin már, ja, de amikor kezdtem, jó, akkor is 39.300-on volt. Most is 2,7%, 2,5% mínuszba. Hát akkor kit nézzek? Aki zöldben van, azok még csodák, meg aki 5% alatt van már, még azokat fogom megnézni. Jaj, de összességében már annyit se csökkennek, mint a Bitcoin, senki nem veszi komolyan a hagyomány, az altok már nem veszik komolyan ezt a csökkenést. Hát ugye már legalább minimum kétszer annyit, nem minimum, meg legalább, meg blablabla, általánosságban kétszer annyit, dupla annyit szoktak nőni is, meg csökkenni is, mint a Bitcoin. És a Bitcoin majdnem 3%-ot csökkent, az altok meg 1-2%-ot, immel ámmal, van, aki még csak nullát, még nagy sokan vannak zöldbe.
Tehát most a bitcoin szakítják, az altcoin piac meg azt mondja, hogy oké, nekünk elég volt ennyi, mi már nem fogunk tovább szakadni, mert hova a fenébe már ennek semmi értelme nincs. Hát ez nagyon érdekes, ez tök jó, hogy nem szakadnak úgy az altok. Erősödnek a teljes altcoin piac, erősödik a bitcoinhoz képest. Vagy mégiscsak most lesz altcoin szezon, és akkor izé, pedig ugye bár már megszakadt a 4 éves trend, Béla is mondta, hogy ő már nem vár altcoin szezont egyáltalán, meg ilyenek. De ha most tényleg tönkre teszik az egész világgazdaságot, beomlasztják a hagyományos tőzsdét, ezek a szociopaták, akkor leszakad a bitcoin, akkor lehet, hogy lesz még egy altcoin szezon, és akkor ezért bitcoin beszakad, altcoinok, elszállnak 5-10-szeres, aztán azok is beszakadnak a föld alá, csak első körben lesz egy nagy növekedés. Hát nagyon kíváncsi leszek, annyira határon vagyunk mindennel, hogy iszonyatosan förtelmes, ahogy kinéz a helyzet most jelenleg. Még mindig bízok benne, hogy utolsó ijesztések, utolsó pillanatai, mielőtt megindul a hagyományos tőzs, de nem akarják Covid után rögtön tönkretenni az egész világgazdaságot. De hát lehet, hogy az lesz a vége, úgyse tudnak már mit csinálni a papírpénzekkel, mert így is válság lesz, de azt hittem, még mindig azért kitartok mellette, amíg nem szakad be a békesegge alá a hagyományos tőzs, de addig én még kitartok amellett, hogy ezek az utolsó ijesztések, és még azért 1-2 évig ők meg akarják mindenki szedni magát, mielőtt több éves tankozásba vágnak. Komolysággal. Oké, hagyjuk is. Jó, na, visszatérve. 3%-et esett a bitcoin. Ja, hát akkor igen, a zöldeket, de hát többen vannak az altcoinok zöldbe. Terranul a zöldbe, még 1% pluszban van. Nem is lesz olyan, aki kiesett nagyobbat a bitcoinnál, kb. Azt kell megnézni. A Kadéne egy kicsit, egy 0,2%-kal többet esett a bitcoinnál, de hát őt meg az 5 dollár most is stabilan tartja. Attól függ, hogy meddig szakítják ott tovább a hagyományos tőzsdéket. Luna még 1% plusz van, Near Protocol is annyit esett, mint a Bitcoin. A Matic még 0,5% pluszban van, többiek annyit se estek, mint a Bitcoin. Jaj, hát 1% alattiakat nem is vannak. Apecoin 1% pluszba, ezért Waves is 1% pluszba, jó, Axie kb. Nullán. A Curve 3,5% pluszba, többiek annyit se estek, mint a Bitcoin. Mikor 1% pluszban, na a Convex, jaj, hogy ennek még nem állítottam be automatára, hogy eladja a 38 dollárnál, akkor legalább most lett volna már egy kicsit több CVX-e, Convex-em lenne, na mindegy, Convex az 11% mínuszban. Ugye már ez a nem minden, innen gondolom szedik ki a pénzeket a Convexből, mert ez a leágazása, úgymond leányvállalata a Curve-nek, és a Curve azért van ilyen szépen, hogy kb. Ő van a legnagyobb pluszban. 3,5% pluszba, és senki nincs még, azért Luna is csak 1% pluszba, a Curve van ma a legnagyobb pluszba, 3,5% pluszba, gondolom adják el itt, ami konvexben van, nekik 10%-ot, már majdnem 11-et eladtak belőle, azt tolják át Curve-be, hogy legalább az megtartsa magát. A Syscoin csökkent még 4%-ot, meg az Anchor is 4%-ot csökkent, hát már olyan, már 2 dollár alatt egy minimállal 1,99 van, jó, továbbra is hát nagyon nem jó, de fú, mindegy, felháborító, amit most csinálnak a hagyományos tőzsdén. Na jó, az IOTX még mindig jobban tartja magát azért most, mint az IOST. IOTX az 1%-ot se esett, az IOST az meg már 4,5%-ot esett. Jó, kik vannak még zöldek? Tonkoin, Tonkoin az így is úgy is tartja magát, ezt a Tonkoint azt lehet nem árta majd venni. Lido nullába, Anker 1% pluszba, hát az már nem, ez az az Anker, ami ANKR, nem az ANC-s Anker. LuxRare már vissza is csökkent 10%-ot, úgy most 2 dollár alatt lehet, hogy elkérde. Lehet, hogy az lesz, hogy holnap, vagy ma este, vagy holnap egy kicsit ezért pár dolgot kidobok, ilyen marhaságokat, mint Uniswap meg társai a portfóliumból, lehet, hogy még azért Chainlinket is, és akkor veszek helyettük olyanokat, amik egész jó, amikben nagyobb potenciál van, meglátom majd. Hát olyan nagyot senki nem ment. Jó. Oké, az alját meg hagyjuk is. Na, még zárás előtt kíváncsi vagyok, most hol tart a hagyományos tőzs, de mennyire akarják beszakítani a mindent is. Hát nem, épp hogy csak belekarcolta az fehér Head and Shoulders, Inverse Head and Shoulders vonalomban a NASDAQ. Meg az S&P is, mikor kezdtem, akkor is itt volt. Hát akkor úgy látszik, egy negyed órája legalább azóta biztos, hogy csinálom a piaci áttekintést, azóta nem ment lentebb. Meg talán mikor kezdtem a híradót, akkor is itt volt, hogy akár egy órája, na mindjárt megnézem kicsibe, mert az a biztos. Nem, de hát azért picikéket vándorol, meglátjuk, mi a jó Isten lesz ezzel. Na jó, 20-szor elmondtam, nem fogom elmondani, hogy szerintem miért csak egy ijesztés, aztán ha meg nem ijesztés, akkor világgazdasági válság, tessék. Behúzzák a jövő hétre már. Én azt szerintem, hát jobb, meglátjuk, hagyjuk is. Oké. Azt mondja, hogy legyen ennyi már, a Bitcoin 39.300-on. Jó.
Holnap ismét jövök a friss hírekkel, meg a piaci áttekintéssel. Addig és további szép estét mindenkinek, vagy hát szebb estét is szurkoljon mindenki, hogy ne akarjanak jövő hétre világgazdasági válságot csinálni, meg beomlasztani az egész tőzsdét. Vagy ha mégis, akkor legalább váljon már tőle, a bitcoin kezdjen el nőni, vagy még közép esetnek meg, akkor legyen egy altcoin szezon, és akkor tolják meg az altcoinokat, miközben szakad a bitcoin, azt akkor ott majd kivesszük a pénzeket, aztán utána elmennek a fenébe a világgazdasági válságukkal, meg a tankozással. Na jó, most már tényleg legyen ennyi, köszönöm szépen, hogy meghallgattatok, további szép estét mindenkinek, sziasztok!